A legnagyobb érték, s mindennek az alapja a béke és a biztonság. Hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelmi miniszter Békés Csabán, a Békés Megyei Védelmi Bizottság és a Békés Megyei Államigazgatási Kollégium együttes ülésén elhangzott előadásában. A honvédelmi miniszter beszédében hangsúlyozta, hazánknak a gyorsan változó biztonságpolitikai helyzetben számos veszélyforrásra kell figyelnie. A megelőzés és a védelem azonban nem kizárólag a Magyar Honvédség feladata. Vannak szeretteink, vannak értékeink, és van hazánk, amelyet óvnunk és védenünk kell. Ez egy közös cél és közös feladat. Az más kérdés, hogy a Magyar Honvédség és katonái kell, hogy végrehajtsák. Mint a miniszter hangsúlyozta, a jelenlegi biztonságpolitikai fenyegetések fényében a program célja, hogy a térség meghatározó erejét képezze a Magyar Honvédség. Ennek fontos lépéseit jelentik a hazánkban felállítandó parancsnokságok, melyek a NATO szervezeti struktúrájának fontos elemei lesznek. Ezért kötöttünk megállapodást, ezért indítottuk el most az utolsó brüsszeli védelmi miniszteri értekezleten, hogy Horvátországgal közösen megkezdjük egy közép-európai hadosztály szintű vezetési elem felállítását. Az előadás követő sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva Benkő Tibor elmondta, a honvédelmi és haderőfejlesztési program végrehajtása során számít Békés-megyére, mely a katonai utánpótlást tekintve régóta elhivatott, elkötelezett régiója a Magyar Honvédségnek.